Szevasztok, ez itt a Game Day iroda, és egy újabb heti gameplay sorozatunk! Lövésem sincs, hogy Gergő hogy szokta a kamerát beállítani, ez most így lesz, és kezdjünk is kártyázni! Sokan írtátok, és sokan kértétek is, hogy foglalkozzunk a Hearthstone-nal. Na, mi ennek neki kezdtünk, és eleinte vegyesek voltak az érzelmeink. Gergő a mai napig nincs annyira oda a játékért, eleinte én sem nagyon tudtam hova tenni, de ahogy egyre jobban és mélyebben beleástam magam, rájöttem, hogy nekem ez tetszik. Nyilván ez abból is fakadhat, hogy én a hőskorban még találkoztam a Magic the Gathering-gel, gyűrűkura kártyáztam, illetve láttam a haverjaimat HKK-zni is, úgyhogy egyáltalán nem volt ismeretlen a világ, viszont úgy éreztem, hogy abba a hibába eshetek, amibe akkor esnék, ha vovoznék, ami azt jelenti, hogy elkezdek játszani vele, és aztán nem tudom abba hagyni. Egy kicsit érzi a Blizzard, azaz, hogy hogy kell olyan játékot csinálni, amit aztán nem tudsz elengedni, és nyomod. Van is benne valami. Nézzük meg nulláról, hogy hogy is néz ki a Hearthstone, ugyanis nem biztos, hogy mindenki találkozott már gyűjtögetős kártyajátékkal. Indítottam egy teljesen új profilt, úgyhogy már nyílik is a mi játékos ládánk. Olyan régen csináltam a tutoriált a saját accountomon, hogy nem is emlékszem, hogy mi van az elején. Pakli. Úristen, de jó érzés paklit bontani. Amiért elkezdem legelőről a Hearthstone-t, az pont ez. Azonnal belecsöppensz a játékba, és szerintem nem túlzás, hogyha azt mondom, hogy a Hearthstone-nak van az egyik legeslegjobb tutoriálja, amivel valaha találkoztam. Írjátok le kommentekben, hogy mi a legjobb tutoriál szerintetek. Eltéveszthetetlenül megtanít játszani a Hearthstone. Van egy asztalunk, még akkor is tudod, hogy mit kell csinálni, ha amúgy nem tudod, hogy mit kell csinálni, mert egyszerűen kiböki a szemedet ez a piros nyíl, ez az egyetlen egy lény van a kezedben, van egy manád, azt még mindig nem is kell tudnod, hogy mi az. Rögtön kapunk egy kis segítséget, azaz, hogy egy lénynek van támadása, élete és ára, és hát nem tudunk más tenni, mint hogy megfogjuk, és szépen kitesszük az asztalra. Megtanít arra is, hogyha nem tudsz már mit csinálni, akkor passzold a körödet. A tökéletes tutoriál, mint a példánya. Bekaptunk kettőt az arcunkba, húztunk egy lapot, az ellenfél nem játszott semmit, nekünk két manánk van, hát persze, tudjuk, hogy na most ezt nekünk ki kell tennünk. És rögtön jön a másik alap dolog, azaz, hogy egy átlagos lénynek egy kört mindig várnia kell ahhoz, hogy támadjon, viszont amit az előző körben tettünk le, az már aktív. Az előbb az ellenfél az arcunkat ütötte meg, ez se véletlen. Ezzel tudta bemutatni a játék azt, hogy fogy az életünk, és kettő, fönt maradt a lényünk a táblán, így nekünk most lehetőségünk van dönteni, hogy az ő arcát ütjük meg, vagy leszedjük a lényét. Nem is emlékszem a tutoriában mit javasol, hogy én most, rögtön azt javasolja, hogy üssük le ezt a gnold. Ezt mi meg is tesszük, a saját lényünk is meghal, természetesen egyszerű matekról van szó, megint nincs semmi a kezünkben, nincsen manánk, se nem tudunk mit csinálni, passzoljuk a kört. Itt már megpróbál minket a játék a tervezés irányába lögdösni, azaz gondolkodj, mindig előre van egy lényünk 3x2-vel az asztalon, van egy 2x3-mal a kezünkben, mivel nem tudunk mit tenni, ki kell játszanunk, és most dönthetünk úgy, hogy beviszünk-e 3 sebzést az ellenfélnek, vagy megpróbáljuk leszedni az egyik gnómját. Itt jön a matek. 3-at most be tudok ütni, vagy ha leszedek egy lényt, marad 1 élete ennek, amit a következő körben a másik lényével le tud szedni. Ekkor én őt nem tudtam sebezni. Viszont, ha én ezzel most beütök 3-at, akkor van egy lényem, aminek 2x3-as, azaz a két lényével együtt se tudja leszedni, rá lesz kényszerülve arra, hogy leszedje a 3x2-met, nekem pedig a következő körben marad egy 2x3-as lényem, amivel a következő körben 2-t tudok beütni az arcába, azaz ezzel a körrel és a következő körrel 5-öt ütöttem be neki 2 kör alatt, ahelyett, hogy most leszedtem volna egy nullját, és a következő körben leszedte volna a 3x2-met, és a 2 kör alatt összesen csak 2-t tudtam volna sebezni neki. Ahogy az várható volt, 3x2-től elbúcsúztunk, és úristen, egy 5 sebzéses lény. És most nem is érdekel, hogy Jaina mit magyaráz, mert hogy
Ez a kör megtanít minket a Board Control nevű stratégiára, ami azt jelenti, hogy ha csak neked van szörnyed az asztalon, az azért természetesen előnyt jelent. Ezzel a szörnyel érdemes leszednem az ő ötösét, mert azzal igen nagy pusztításokra képes, és megmarad nekem tartalékba a következő körre ez a 3x2-es varázslat. Megmutatja nekünk azt a játék, hogy varázsolni is lehet, nem csak lényeket kijátszani, természetesen elég unalmas is lenne. Mivel Jaina-val vagyunk, kaptunk egy karakter specifikus varázslatot, a Firebolt. Hogyha a matekból jók vagyunk, akkor össze tudjuk adni, hogy 6, meg 3 az 9, neki 7 élete van, úgyhogy ebben a körben el is köszöntünk a kedves ellenfelünktől. Nyilván nem ennyire egyszerű a Hearthstone, de tutoriálnak ez egyszerűen több, mint tökéletes. Minden egyes körben, amikor mi következünk, egyel több manánk van, viszont ez a kis csúszka véges, úgyhogy 10 manánál többet nem tudunk összeszedni. Ez a tutorial rész a hatékony mana használatra tanít meg bennünket, azaz Hearthstone-ban az egyik alap dolog, hogy mindig próbálj meg úgy költeni a kezedben lévő lapok közül, hogy a legeslegjobban kihasználd a rendelkezésre álló manákat, azaz ne ragadjon be semmi, mert a következő körre úgy sem tudod átvinni. Gyönyörű az úgynevezett mana curve-ünk, tehát volt egy első körünk egy manával, most a második körünk kettővel, harmadik körben már előre tudjuk, hogy mit tudunk esetlegesen kijátszani, attól függetlenül, hogy mit húzunk, és a negyedik körre is megvan a sebzésünk. Választhatunk, hogy mi most akarunk-e húzni 3 manáért 2 lapot, vagy kijátszunk egy öreg raid leadert, ami plusz egy sebzést ad ennek a raptornak. Én most egy kicsit agro stílusban nyomom, hogy az utóbbit választom, húzni ráérünk majd akkor, amikor egyébként nem tudunk mást csinálni. Én próbálok már a megszerzett tapasztalataim segítségével játszani, úgyhogy nem lövöm el a Firebolt, hát ha kijátszik valami olyan lényt, amire érdemes elhasználni. Itt van a matek, ugyebár, mert nem baj, hogy leszette a lényünket, és csak 6 sebzésünk van az asztalon, ugyanis meghagytunk tartalékba egy 6 sebzésű Firebolt, így igazából teljesen mindegy volt, hogy leszed-e lényt vagy nem, vagy hogy melyiket szedi le. Mert ebben a körben mindenképpen nyerünk. Tadá! Ez a beetetés részám. Tehát ekkora feliratok folyamatosan, hogy Victory, kapod folyamatosan a plusz újabb lapokat, és így örülsz magadnak, hogy igen, én azért ezt a játékot így nyesem rendesen. Jaina, it is good to see you. Ne hazudj. After I destroy your troops, I'm coming for you. Itt az asztal takarításra próbál megtanítani minket a játék, azaz Board Control. Nyilván ez is olyan, mint a póker valamilyen szinten, tehát a szerencsére is kell hagyatkozni, de a blöffelésre is. Tehát nem biztos, hogy én mindent ki akarok játszani, ami nálam van. Agresszívra fogjuk. Jó lesz ez így. Akkor egy gyors matek alapján kiderül, hogy 5 meg 4, 9 meg 2, 11 meg 6. Az 17, neki 16 élete van, úgyhogy bye bye, Sasha. This one's mine. Jó volt a matekból. Győztünk! Kaptunk kártyát még! Két olyan lapunk is van, ami charge-os. Azaz, azonnal támadásra képes. Itt jó tutoriál módjára hagy minket gondolkozni a játék, 3 manából mit akarunk csinálni, egy darab Wolf Rider-t kijátszani, vagy esetleg kombózni, mondjuk a River Crocolisk és egy kis tuning rá. Taunt az egyik legjobb és legátkozottabb képesség, hogyha neked van jó, hogyha az ellenfélnek rossz, azt jelenti, hogy amíg van tantos lény az asztalon, addig a hőst nem lehet közvetlenül támadni. Előbb le kell ütni, azaz, ahogy én szoktam mondani, meg kell mászni. So strong! Kezdődjön a matek és az esélylatolgatás.
Ebben a körben el tudom intézni ezt a 10x10-es lényt. 3 meg 1 az 4, meg 6 az 10. Viszont akkor nem sok lényem marad az asztalon, de ő nem tantos. Ami azt jelenti, hogy nem tud átütni rajtam, kivéve, ha őket letakarítja. Én húzok egy merészet, és megpróbálom a 6-os álomhatár alá leütni az ellenfél életét, ugyanis akkor egy könnyed finisherrel befejezzük a mérkőzést. Bebiztosítom magam a következő körre, hogy ez 3-at sebez, ha valamilyen úton mondom mindkét tantos lényemet leszedné, 3 meg 6 az 9, úgyhogy ha semmi egetrengető nem történik, akkor a következő körben mindenféleképpen nyerek. És ez így is van. Mert befejeztük ezt a tutoriált is. Nem tudom, mennyire jön át az, hogy párhuzamosan több síkon kell gondolkozni, és nem csak azt kell figyelni, hogy mi van az asztalon, hanem azt is, hogy mennyi élete van az ellenfélnek, illetve nem csak azt kell figyelni, hogy mennyi élete van az ellenfélnek, hanem mi van az asztalon. A lapjaid ismeretében tudsz tervezni, és annál soha nincsen jobb érzés, mint mikor egy stratégiát elgondolsz előre, és lejönnek hozzá a lapok. Itt már mutatja a játék, hogy az ellenfélnek van egy képessége, 2 manáért 1-et tud sebezni, amit most éppen ellenünk játszott ki. Megkapjuk a mi képességünket is, a Mighty Fire Blastot, ugyanazt tudjuk, amit ő. Kaptunk egy Arcane Explosion-t, ami azt tudja, hogy 2 manáért mindenkibe belesebez. Ez optimális, ugyanis kombinálva a hős képességünkkel egy csapásra eltüntetjük az ellenfél asztalát, és hogy minden manát elhasználjunk, kitettük a jó kis vaddisznót. És megint győztük, megint lap. Játsz, játsz, azt mondja, hogy játsz, nyersz, folyamatosan. Te vagy a világ legjobb játékosa, és ajándék jár minden egyes győzelemért. Nézzük meg, mi az, amikor szivatás van. Nehogy meglepetés érjen, mikor elkezdesz igazi emberek ellen játszani. 2-ért, 2x1-est varázsol, és letett egy 1-ért, 1x1-est. Hát emiatt még nem kéne összecsinálnunk magunkat, de mi van akkor, hogyha rögtön semmit nem tudunk kijátszani? Hát ezt is meg kell tapasztalni, el kell szenvedni. Fegyvertutoriál ilyen is van, hogyha a hős fog fegyvert, mutatja, hogy mennyit sebez egy ütéskor, és azt is mutatja, hogy hányszor tud vele ütni. Amikor a hős üti a lényünket, ugyanannyit sebez természetesen, mint hogyha mi megütnénk a lényünkkel, mert ilyenkor a hős egy 2x22-es lénynek felel meg. Ne felejtsünk el figyelni egyszerre az asztalra és egyszerre az ellenfél élet erejére. 3 meg 1 az 4, nyertünk. Tök mindegy, hogy mi van neki az asztalon. Eddig volt nekünk fontos az, hogy kontrolláljuk a lényeit. Most már csak nyerünk. Ha! Most jött be a főmenü először a játékban. Egész addig nem enged el játszani, amíg meg nem tanulod az alapokat. Ez a rész arról szólt, és egyébként így is terveztem el régóta, hogy megmutassam, miért szerintem az egyik legeslegjobb tutoriálja van a Hearthstone-nak. Várom a megjegyzéseket, véleményeket, ti mit gondoltok a Hearthstone tutoriáljáról, aki már próbálta. Aki nem ismeri a játékot, annak ez a tutoriál meg tudja hozni a kedvet, vagy nem, ezt sem tudom, mert nekem volt kártyás múltam, tehát tudtam, hogy mire számíthatok. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit mondtok róla, és a következő gameplayben pedig megnézzük, hogy milyen, amikor rendesen játszunk. Szevasztok! Gyerünk már!